hogy a Hugoméknak is sikerült egyet ugyanígy Jokerrel összerakni, és egyszer adtam föl mind a kettőt. És ez lett belőle. És úgy adtam föl, hogy utolsó nap, és úgy gondoltam, mikor adtam föl, hogy hát ez már úgy sem fog odaérni. Komolyan. Hát mindegy, még a régi munkájáról maradt bélyeg, úgyhogy költség nem volt, és akkor gondoltam, hogy nincs veszteni való, és pont ez volt talán a szerencse, hogy a végén került a tetején. Ha tetszett volna látni, hogy mekkora rakás volt. Hát olvastam, hogy 39 ezer azért az, hogy nem jó. Közel 40 ezer, tehát hogy azt nézik, hogy úgyis még automatikailag mennyiség. Igen. Mennyi elég az autót, hát... Nem sok. Nagyon jó viszonyban vannak fortunák. Kutya nem vagyok. Én eddig csak 500 forintot nyertem kaparósorsért. Remélem, hogy én is eljutok odáig, hogy csak 200 forintot nyerek majd egy autó. Igen, hát így van, kell egy kis idő hozzá, úgy látszik, de tényleg hihetetlen volt. Úgyhogy még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. De még tényleg az volt érdekes, mikor telefonáltak, ugye a férjem vezetett, és mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy ugye én az én telefonszámomat írtam rá, csak nem akartam itt bonyolítani a dolgot, és egy darabig vitte a telefont, aztán azt mondta, hogy ő már nem cipeli az én telefonomat, mert ugye mondtam, hogy önök keresni fognak, hogy ezen a számon. Aztán hát itt vettem föl, és akkor mondja, sötétbe kotorásom a telefont, ugye megyünk hazafelé, és mondja, na megint mi maradt anyuéknál, mert mindig az van. Mindig ott vagyunk valamit, aztán és akkor, mikor mondja, hogy piátétől, akkor ugye én meg azt szoktam mindig mondani, hogy biztosítottól keresi, hogy külföldön van. És már majdnem azt mondtam, hogy külföldön van. Ez volt az István. Igen, és akkor, jaj, és akkor úgy már kezdett leesni, hogy a PAT az mégsem biztosító, úgyhogy... Vajon miért keresik? Igen, és akkor... Én nem hittem el, de nem hiszem. Ezért próbáltam az egy...